Európai Uniós pályázatból nyert közel 10 millió forintot a Sárospataki Művelődés Háza és Könyvtára infrastruktúra fejlesztésre. A pályázat most ért abba a szakaszába, ahol már a szoftver és hardware eszközök beüzemelése van folyamatban a könyvtárban. Megkaptuk az új gépeket, az ehhez tartozó szoftvereket, és ennek egy részét az olvasók fogják használni, más részét pedig a könyvtárosok. A program részeként 10 új komplett számítógépet tudtak beszerezni, ezzel a zenei és ifjúsági részlegben is lesz számítógép. A könyvtárosok munkáját pedig nem nehezíti tovább a szabad számítógépre való várakozás. A könyvtáros kollégák most már elmondhatják, hogy minden könyvtárosnak van saját számítógépe, tehát mindenki a saját munkáját nyugodtan, a másik zavarása nélkül tudja végezni. A helyi digitalizálásra is egy újabb lépést tettek, valamint a látás- és hallássérültek is kapnak segítséget. Hallássérülteknek sikerült indukciós hurkot szerezni, amely az előadások, rendezvények élvezését hallókészülékkel rendelkezők számára élvezetessé teszi. Másrészt pedig olvasókészüléket vettünk, amely a gyengénlátóknak szolgál segítségül, illetve egy speciális szoftver segítségével vakok és gyengénlátók is használhatnak egy számítógépet, amely speciális felolvasó szoftverrel is rendelkezik. A fejlesztés további elemei is a könyvtár modernizációját szolgálják. Az egyik készülék például az elektronikus kölcsönzés teszi lehetővé. Számítógépes kölcsönzés beindításához szükséges eszközöket, ilyen például a vonalkódolvasó, vonalkódnyomtató, tehát ezzel sikerült a számítógépes kölcsönzésre való áttérésünk régi álom, ehhez a hardware szükségletet sikerült biztosítani. Az elektronikus kölcsönzéshez a könyvtári állomány digitális katalógusba vételére van szükség. Ezt már 12 éve folyamatosan végzik a könyvtár dolgozói. Mivel ezt 1998 óta építjük, reményünk van arra, hogy másik EU-s pályázat keretében ezt a megyei könyvtár portáján keresztül elérhetik, hiszen ebben a másik pályázatban sikerül a konvertálást is megoldani, tehát egy olyan programra térünk át, amely mind a kölcsönzést, mind a katalógus használatot, a számítógépes katalógus használatot támogatja. Amennyiben minden a tervek szerint halad, 2011 nyarán már szinte valamennyi sárospataki könyvtárban fellelhető könyv digitális formában is kölcsönözhető majd. A többi digitális fejlesztés viszont már a napokban hozzáférhető a könyvtár látogatók számára.